Valamikor az 1910-es évek elején Budapest nagybankjai és a minisztérium létrehoztak egy részvénytársaságot, a sertéshizlaló és húsipari részvénytársaságot, melynek az lett a célja, hogy létrehozzák a világ egyik legmodernebb, legnagyobb sertéstelepét. A részvényesek körbejárták Budapest környékét, és keresték a megfelelő helyszínt. Végül Nagytétényben állapodtak meg. Nagytétény déli vasút állomása mögötti terület, amely a Duna mellett feküdt, nagyon alkalmasnak tűnt a telep létrehozásához. És pontosan 110 évvel ezelőtt, 1914. június 15-én meg is kezdődött a munka a hizladának a létrehozása. Nagyon esős idő volt ebben az időszakban, egyelőre csak 5 munkás egy pallér segítségével, irányításával kezdte meg a munkát, majd egy hét múlva, amikor megszűnt az esőzés, újabb 40 munkás érkezett, akik hozzáláttak, elkezdték a hizlalda létrehozását. 1914. júniusában vagyunk, néhány hét, és kitört az első világháború, amely nem kedvezett a hizlalda építésének, de valami megmentette a hizlalda építését. 1915-ben 200 orosz hadifogoly érkezett a telepre, akiket az addig felépített sertés szállásokon helyeztek el, majd a következő néhány hétben, hónapban újabb 100 hadifogoly érkezett a telepre, és ez a 300 hadifogoly nagyon komoly munkát tudott végezni. Egy kicsit eltúlozva talán azt is mondhatnám, hogy a hizlalda orosz hadifoglyokkal épült fel 1918-ra. A nagytétényi hizlalda működése 1920-ban kezdődött el. Ekkorra már elkészült a kikötő is, ahova uszályokkal érkezett az eleség a sertések részére. Etyeki Károly mérnök így írt a hizladáról. 100 000 sertést lehet meghízlalni, mégpedig úgy, hogy 600 vagon eleség megetetésével évente 1000 vagon szalonnát produkál a telep. A telek beépített területe 1000 méter hosszú és 300 méter széles volt. Az egész területet hosszában egy fásított allé osztotta ketté, melytől jobbra és balra 46 sertésszállást helyeztek el. A következő egy-két évben elkészül a szalámigyár, elkészül a vágóhíd is, sőt egy szappangyár is. Tehát a 20-as években nem csak sertést hizlaltak a telepen, hanem a sertések feldolgozásával is foglalkoztak. Ez az évtized a sertés hizlaldának az egyik fénykora. Meg kell itt említenem az első vezérigazgatót is, aki egészen 1914-től az építés irányításától 32-ig állt a sertéshizlata élén. Kammer Vilmos részvényese is volt a hizlaldának, és nagyon jó szervező, nagyon jó szakember és nagyon jó bankember volt. Nem csak a hizlalda irányításában vett részt, hanem a község közéletében is szerepet vállalt. Az izraelita hitközség világi elnök helyettese volt, és a Szentegyletnek pedig a vezetője. Kammer Vilmos terveztette és építette meg a nevét viselő villát. Az épület a nagytétényi sertéshizlada közelében állt, melyben a volt igazgató családjával együtt élt és dolgozott. Az államosítás után
a sertéshízladában dolgozók gyermekeinek bölcsödéje és óvodája lett. Odának a vezetője Verbo Tiborné volt, mindenki Erzsike nénie, aki a gyerekek gyermekközpontúságról, a családiasságáról, gyermekek jólétéről, kellemes környezetéről gondoskodott. Ő ott is élt az épületben, ilyen szolgálati lakásban. Az óvodának a működése az úgy zajlott, hogy csak a hízlaldai dolgozók gyerekeit vették föl. Homogén csoportokkal működött, tehát 3-4, 4-5, 5-6 éves gyerekek csoportjával. A gyerekek egészségére nagy hangsúlyt fektettek, így volt saját orvosa is, dr. Kolcsár Ágnes személyébe, aki Nagytéténben lakott, és nem csak a gyerekeket heti szinten vizsgálta felül, hanem a felnőtteket is, az ott dolgozókat is, ha van probléma volt, akkor azonnal jött és segítette meg, gondozta. Saját konyhája volt, amit a hízlalda patronált, minden héten, vagy a kellő időszakban hozták át az alapanyagokat, és ott főztek az óvodában. Az óvodapedagógusok mind jó képzett emberek voltak, továbbképzésekre jártak, annyira, hogy bemutató foglalkozásokat tartottak a kerületi és fővárosi szinten, mivel az óvoda annyira felszerelt volt didaktikai eszközökkel, játékokkal, hogy ezt ők szívesen és könnyedén fel tudták vállalni. Volt saját varonője, aki a függönytől abroszig, a gyerek zsákokig, a tornazsákokig mindent megvalt, tehát a szülőknek ezt a nehézséget is levették a vállukról. Kimondottan nagyon jó és nagy medencével rendelkezett az óvoda, amit igénybe vettek a gyerekek. Az óvonénik keresztpályát rajzoltak, festettek föl, ahol a gyerekek biztonságos közlekedésére neveltük őket, hiszen volt olyan, aki kulcsos gyerek volt abban az időben már. Azon kívül ott bicikliztek, rollereztek a gyerekek, úgyhogy nagyon könnyedén elsajátították ezeket a közlekedési jeleket is. 93-ban, mivel az óvodát megszüntették, ekkor a gyerekek is, meg az óvodapedagógusok, sőt a gondozónő a bölcsödéből a kerületbe, a 22. kerületbe helyezkedett el. A gyerekek is többnyire a Nagytétényi Napocska óvodába helyezkedtek el. Mindenkinek van legalább minimum egy olyan emléke, amit szeretettel felidéz. A telepen hozzávetőleg 400 fizikai dolgozót alkalmaztak, akik elsősorban a környező falvakból és Fejér megyéből jártak munkába, amiben segítséget nyújtott a vállalat 3 autóbusza. A munka 6 órakor kezdődött. Az itt dolgozó munkások nagyon gyakran változtak. Nagy volt a fluktuáció a telepen. Olvastam az iratokba, hogy volt olyan esztendő, hogy 340-en jelentkeztek, tehát jöttek új munkára, de ugyanabban az évben 360-an ki is léptek a vállalattól. És ez a fluktuáció elég sokáig tartott. Persze ennek van egy olyan oka is, hogy azért a hízlaldán végzett, főleg a 30-as, 40-es, 50-es években végzett munka, hát nem a legkellemesebb munkák közé tartozott, számított. A munkaerő hiány arra késztette a vállalat vezetőségét, hogy felvegye a kapcsolatot a büntetés végrehajtási intézetekkel, és onnan szabadult embereket verbúbált a vállalat. Nehéz fizikai munkát végeztek a keverőzemben is, a vagonrakodásnál.
a tehergépkocsik lerakásánál és a sertéshízolásban is. A nagytétényi sertéstelep kezdettől fogva mindig vásárolt, illetve szedett sertésállományokkal dolgozott. A sertésállományok egészen a 30-as évek végéig a mangalica különböző fajtái voltak a jellemzőek. A mangalica egy igen ellenállóképes, hideget, meleget tűrő, igénytelen sertésfajta. 8-10 hónap volt a hizlalási idő. A takarmánnyal szemben is igénytelen volt. Kukorica, búza, árpa, rozs, tritikálé, dara volt a fő takarmány. A 20-as években nagyon jól produkált a sertéshízlalda. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az adófizetők között a második helyen állt. A 25-26-27-es esztendőkben 1.200.000 koronát fizetett a vállalat a községnek. Időközben elkészült a szálloda is, melyet a földművelésügyi miniszter adott át. Kezdetben egy sertés pénztár működött itt, egy sertés tőzsde volt az alsó részben. Később ehelyett itt vendéglőt létesítettek, és az emeleten szállodai szobák működtek. A 30-as években, amikor a hizlaldának a teljesítménye lecsökkent, akkor a hizlalda vezetősége bérbe adta a szállodát, és az egész épület szállodaként működött. És ennek a évtizednek is vannak érdekes történetei, hogy ez a szálloda kint van a város szélén, és érdekes lakói voltak, állítólag titkos szerelmes találkozóhelyek voltak itt az épületben, de bűnözők is megfordultak és bujkáltak néhány napig, sőt, állítólag Matuska Szilveszter is itt töltött néhány napot. Az a Matuska Szilveszter, aki 1931-ben Biatorbágyon felrobbantotta a viadukt egy részét. Az 50-es évektől lesz munkásszálló az épületből. A munkásszállás földszinti részén egy kultúrterem volt, ami arra szolgált, hogy a vállalati ünnepi rendezvényeket, a mozgalmi ünnepi rendezvények ott lettek megtartva, a termelési tanácskozások, ott lettek megtartva a különböző rendezvények. Közben azok a lakók, akik családostul laktak a szállodában, hiszen a hizlalda erre is lehetőséget biztosított, hogy a dolgozók családjukkal együtt, gyerekekkel együtt ott élhettek. A mai Nagytétényi út végén, ott, ahol az a kereszt áll, amögött építettek fel egy három épületből álló kétszintes lakótelepet, ide költöztették azokat a családokat, akik addig a szállodában éltek, és akkor alakították át szállodává. Napjainkban üresen álló műemléképület most új funkcióra és új tulajdonosra vár.
Az épületet 1922-23-ban építették, Böhm Henrik és Hegedűs Ármin tervezte, és ami érdekesség, hogy az ő nevükhöz nagyon sok különleges épület is fűződik, nem csak ugye a Sertéstőzsde épülete, hanem például a Szervita téren található igen különleges török bankháznak az épülete is, illetve egyik ők nevéhez fűződik még a Gellért szállónak is a tervezése. Az ingatlannak a telek területe is elég nagy, 4818 négyzetméteres telekről beszélünk, ami egyébként nagyon hasznos is lehet abban az esetben, hogyha valaki autóparkolót szeretne kialakítani, tehát nagyon sok autó elférne a telek területen. Maga az ingatlan pedig kb. 2800 négyzetméteres, ez ugye több szinten helyezkedik el, szintenként olyan 5-600 négyzetméter az, ami hasznos terület. Az ingatlant a 2000-es években műemlékké nyilvánították, magát az épületet is, illetve egy körülbelül 5 méteres védősávot is körülötte. Övezeti besorolás alapján szállítmányozási, raktározási és logisztikai területen vagyunk, tehát hogyha valamilyen funkciót szeretnénk adni ennek az épületnek, akkor ezekből a szabályozásokból kell tájékozódnunk, hogy mi az, ami megvalósítható. Ilyen lehet például valamilyen oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, akár valamilyen magánintézmény, irodákat, valamilyen igazgatási jellegű funkciót, sportlétesítményt, idősek otthonát lehetne, szociális egészségügyi intézményt lehetne itt elhelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehetőségek táráza az kiaknázhatatlan. A 30-as években visszaesett a termelés a hízladában. Ebben közrejátszott a nagy gazdasági világválság. A vezérigazgató legfontosabb feladata a termelés növelése lett. 1939-40 telén hatalmas árvíz pusztított a fővárosban. A Dunatelepen 100 házat is elöntött az ár. Csónakokkal mentették az embereket és az állatokat. A hízlada is nagy bajba került. Az igazgató így emlékezett vissza a történtekre. Március 18-ára virradóra a csendőrök fellőtték a rakétát. A Duna kiöntött és betört Érdligetre. A jeges áradat elöntötte az egész területet, a házakat is. A hízlaldát hátulról megkerülve ledöntötte a kerítéseket. Ekkor azonban már a sertések ki voltak terelve a főútvonalra. A kihajtott 23 ezer sertésből, annak ellenére, hogy az emberek maximálisan ellátták feladatukat, és a jeges áradatban is helytáltak, mintegy 2300 sertés elpusztult. Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy a telepen a víz másfél méter magas volt. A lőtéren elhelyezett sertések számára az érdligeti tűzoltóság emberei a helyi kutakból folyamatosan biztosították az ivóvizet. A sertések etetését úgy oldottuk meg, hogy etetővájú hiányában barázdát húztunk a földben, és abba szórtuk a takarmányt. Az emberek ellátása munkaruháinak cseréje biztosítva volt, és erre az időre dupla bért fizettünk nekik. Aztán jött a második világháború. Ez is súlyosan hatott a sertés hízlalda tevékenységére, munkájára. A telep hadi üzem lett, egy főhadnagyot neveztek ki az élére. A főhadnagy és az igazgatók között állandóan ellentét volt. Ugyanis a főhadnagy visszaélve a helyével, a helyzetével, szinte naponta vitt el rokonainak, barátainak, családjának sertést húzta a telepről, sőt, besugó hálózatot is kiépített a telepen. Állítólag egy-egy besugásért 200 pengőt fizetett a munkásoknak. Sőt, az is előfordult, mesélte az igazgató, hogy amikor Nagytéténybe bevonultak a németek, akkor nem egyszer megtörtént az, hogy a németek gépkocsival behajtottak a telepre, beálltak a sertés csorda közé, és gépfegyverrel lelőtték az állatokat.
50-60 sertést feldobtak a gépkocsira, és ahogy jöttek, el is távoztak. ...1945-ben Magyarországon nagyon lecsökkent a sertés állomány. Az egész országban összesen 1 millió sertés maradt. Az addigi minőségi termelésről átálltak a mennyiségi termelésre. Szerencséje is volt a rosszban a Hizlaldának, mert az állam a süldők felvásárlásával segítette a Hizlaldát. De ennek is ára volt. Mégpedig a jóvátétel. Ugye Magyarországnak a világháború után nagyon komoly összeget kellett fizetnie a Szovjetuniónak, amelynek egy részét természetben kellett teljesíteni. És ebben volt komoly szerepe a Hizlaldának. 20 ezer sertést kellett felhizlalniuk és kiküldeni a Szovjetunióba. Megfelelő súlyt, amikor elérték a sertések, akkor ugyancsak Nagytétény vasútállomáson vagonokba rakták, és a telep munkásai közül néhányan elkísérték egész Záhonyig, a határig a sertéseket, hiszen el kellett kísérni, mert a sertéseket útközben etetni meg itatni kellett. Az élő rakodás egyébként nagyon érdekes volt. 105-110 kiló súlyba mentek a rakodás, és valóban egyébként biztosítani kellett ivóvíztartályokat a vagonokba, amit menet közben már a MÁV emberei itattak meg a sertésekkel, és a MÁV-nak az emberei biztosították a takarmányt is, mert hát hosszú út volt. Ha jól emlékszem, akkor Kijevig vitték ezeket a hízókat. Az 1950-es évek elején volt olyan időszak nyáron, amikor a telepen 2000 vagon trágya volt kinn a szabadban. Hát elképzelhető, hogy milyen jó táptalaja volt ez a legyeknek, és mennyire megkeserítette a környező üzemek és Nagytétény lakóinak az életét. A közelben élők, közelben lakók nappal sem, meg éjjel sem tudtak ablakot nyitni a rengeteg légy miatt. Kerületi tanács szinte évente hozott határozatokat a Hizlalda számára, de csak valamikor az 50-es évek végére sikerült úgy megoldani a helyzetet, hogy már nagy problémát nem okozott. Az illatok, amiről beszéltünk, az pedig állítólag a 70-es, 80-as évekre sikerült megoldani, mert a 60-as évek végétől megkezdte a Hizlalda az állatok tartásának, hizlalásának a modernizálását. A sertésszállások úgy lettek kialakítva a kezdetnél, hogy nyitottak voltak, a Mangalica nagyon jól tűrte ezt. Később már, akkor a intenzív magyar fehér, illetve hibrid fajtákkal dolgozott a telep a II. Világháború után, akkor a nyitott szállásokat be kellett falazni, mert ezek a sertések már nem tűrték úgy a hideget, hőszigetelni kellett a szállásokat, és a nyitott tereken később már a 70-es évek elején önetetőket állítottak fel, és az önetetőket fluid kocsikkal töltötték fel. Óhatatlan volt, hogy a szállások nyitott részein
a trágya és a melléktermék az árasztotta a párolgást, és így keletkezett az a nevezetes büdös, amit mi, akik ott voltunk, megszoktunk, és mi nem is éreztük. A megoldás ennek a csökkentésére a gyakori takarítás volt, de ennek ellenére az az alapbüdösség az megmaradt, hiszen a sertés maga is legfőképpen a nyári melegben, mert a sertés tud izzadni, a sertésnek a testhőmérséklete is árasztotta azt a izzadság szagot, azt a bűzt. Ehhez hozzájött a kifutón a trágya, tehát így keletkezett a mi büdösségünk. ...1953-ban száj- és körönfájás betegség támadta meg az állományt, mely nem csak az állatokra, hanem az ott dolgozókra is veszélyt jelentett. Az egyik munkás így emlékezett vissza az eseményekre. A járvány idején teljes zárlatot rendeltek el a Hiszaldában. Ennek következtében 700-750 embert kellett elhelyezni az üzemen belül. Mégpedig úgy, hogy pihenőhelyük, illetve alvóhelyük is legyen. Mert 6 hétig a telepről se kifelé, se befelé nem közlekedhetett senki. Nem volt könnyű meggyőzni az embereket, megértetni velük, hogy nem hagyhatjuk el a munkahelyünket, nem mehetünk haza. Hetekig együtt kell élnünk a viszonylag szűk helyen. A szigorú védőőrizetet az államvédelmi hatóság látta el. Még a postát is úgy kapták meg a telepen dolgozók és ott rekedt emberek, hogy előtte átvasaltak minden levelet. A bent lévők ellátása viszont körültekintően történt. Jól volt megszervezve. Mindenki kapott rendesen reggelit, ebédet, vacsorát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is fontos szerepe volt a sertés hizlaldának. Az egyik, amiben komoly segítséget nyújtott a nagytétényi forradalmároknak, az az volt, hogy naponta körülbelül 8-10 kg húst és úgy 3 kg zsírt biztosítottak a forradalmároknak, a nemzetőröknek és a Nemzeti Bizottságnak, akik ezt a húst a Szelman ház udvarán főzték meg, és ugye a egész nap szolgálatban lévő nemzetőrök, illetve itt dolgozók részére főzték az ebédet vagy vacsorát. Amikor én 75-ben a Hiszaldára kerültem, tulajdonképpen egy sajátos ipari forradalomba csöppentem bele, amikor a vállalat vezetésének az volt a célja, hogy a nehéz fizikai munkát próbálja meg kiküszöbölni. Abban az időben, amikor én oda kerültem, már a takarmány kiszállítás 80%-ba gépesítve volt, traktorvontatású fluid pótkocsik hordták ki a takarmányt, a keverőüzemnél tartályok voltak felállítva, a keverőüzem, illetve a malom abba termelte ki a megkevert száraz takarmányt, hozzávetőleg 3-4-5 féle takarmányt kevertünk, az épületek mellett tartályok voltak fölállítva, és a fluid
gépkocsi, ebbe töltötte fel a takarmány, és behordók vitték be az önetetőkbe. Tulajdonképpen itt nem kellett az embereknek a takarmányhoz már hozzányúlni. Az egész szállásban csigasor vitte a takarmányt szét az önetetőkbe. Szabályozott önetetés volt, tehát ki volt adva a napi fejadag, és így igyekeztünk a pazarlást, a kitúrást az önetetőből kiküszöbölni. Az iparvágányon érkezett egyébként a takarmány a kettő silóhoz. Az öreg siló 1914-ben kezdték építeni, 18-ban fejeződött be, 18 cellából állt az öreg siló. Ezeknek a celláknak külön tulajdonosai voltak, úgy, mint a beérkezett süldőknek, ez megint csak történelem, és ezeket a cellákat a tulajdonosok alul lezárták egy lakattal, és akkor, amikor az ő takarmányuk ment át a malomba, illetve a keverőüzembe, akkor ők szépen a silót kinyitották, leengedték a saját takarmányukat.1988-ban megindult a rekonstrukció. A hatos út felüli oldalon található épületeket lebontották. A helyükre új, kifutó nélküli szállásokat építettek, ahonnan a szennyvizet központilag vezették el. Úgynevezett szennyvíztisztító berendezést építettünk, ami azt jelentette, hogy a szennyvíz teljes mértékben a szilárdfázis le lett választva, a hígfázis pedig csővezetéken, a Duna közepén lett beengedve a Dunába. Tulajdonképpen ez is egy szennyezés volt, csak kisebb mértékű bírságot kapott a vállalat, és a továbbiakban mindig feltételül szabták a működéshez a biológiai szennyvíz tisztítás megoldását, amit nekünk nem sikerült megoldani, mert horribilis összegbe került volna. A telep rekonstrukciója 1991-re fejeződött be. A hízlalda minisztériumi támogatás nélkül már nem tudott működni, ezért felszámolásra került. 1995 és 2000 között a kerület főépítésze voltam, akkor nagyon sok területfejlesztés indult többek között, Sertéshízalda, majd annak a területén föltűnt nekünk itt három nagyon értékes épület, amiből most kettőt látunk. Szakemberek a síró és a víztoronyra egyértelműen kijelentették, hogy védelemre érdemes. Tulajdonképpen ilyen sejtszerűen építették össze a sílókat, vasbeton szerkezetű, és benne acél lépcsőn lehet tulajdonképpen különböző szintekre feljutni. És ennek a töltése és ürítéséhez kapcsolódott a mellette lévő raktárépület. Nagyon karakteres tégla épület, tégla homlokzata volt, de sajnos, mivel nem találtak abban olyan értéket, ma már ez nem látható, pedig funkcionálisan iroda vagy egyéb hasznosításra nagyon alkalmas lett volna.
Az, hogy ez a két épület megmaradt, ez a helyi szabályozásnak, a helyi önkormányzat testületének rendelete biztosította. A sertéshízlalda szanálását követően 2001-ben a Budapesti Történeti Múzeum régészei ásatásokat végeztek. Három jelentős régészeti korszak is előkerült, pont az nem, amit régészként ugye vártunk, a római Limeszút maradványait, az valószínű mai Nagy-Tétényi útvonalában húzódik, hanem attól keletre a Duna felé egy neolitikus újkőkori 7000 évvel ezelőtti település részletét, emellett egy késő bronzkori 3500 éves településnek a maradványait, a legkésőbbi emlékeink pedig egy 2000 éves késő vaskori település nyomai, és két-három jelenség pedig az Árpád-kori megtelepedésre utal a területen. Tehát egy nagyon kedvelt dunamenti terasszigeten húzódó, ideális emberi megtelepedésre szolgáló területen vagyunk. Egy szlovákiai lelőhelyről úgynevezett zselízi kultúrának nevezett népesség telepedett meg itt a Harbor Park területén, amelynek egy régészeti objektumát tártuk fel, egy nagyon érdekes gödröt, amelyben három festett karcoldíszű edényt helyeztek el, feltételezhetően egy jelképes sír maradványa lehetett. A halott valószínűleg a területtől távol, a közösségtől távol hunyt el, ezért maradványait nem tudták a gödörbe helyezni, csak három edénnyel emlékeztek meg a halott gyászolásnak a emlékét követve. Ezt követően a késő bronzkor időszakában települ meg ez a terület. Egy nagy kiterjedésű, Duna mentén hosszan elnyúló falusias település bontakozik ki, különböző tárológödrökkel, árkokkal, cölöphelyekkel, melyekből nagyon szép, fényezett, 3500 éves kerámia töredékek és egyéb használati eszközök kerültek elő. De a területnek a legsűrűbben rakott időszaka az a Krisztus előtti első század, nem sokkal a római foglalás előtt, amikor a késő vaskori kelták települnek meg ezen a részen. Kelta népesség már Krisztus előtt 4. században megjelenik Budapest területén, kisebb falusias települései szerte a Duna mentén és a patakok mentén elhelyezkednek. Az egyik település tehát itt az Nagy-Tétényi Harbor Park területén található, amelynek nagyon jellegzetes régészeti jelenségei, azok a földbe mélyített úgynevezett veremházak, amelyeknek a padlóját tapasztották, döngölték, a sátortetős szerkezete pedig valószínűleg felszíre, vagy egy nagyon kisméretű, kisvastagságú és kismagasságú agyagpaticsfalra támaszkodó szerkezetű építmény volt. Ezekből jó párat megtaláltunk, lejáró lépcsővel, tüzelőhelyjel a sarokban, és különböző karójukakkal, cölöpjukakkal, meg valószínűleg szövőszéknek a maradványai lehettek, hiszen ezekben az épületekben nagyon sok szövőszék nehezéket és orsógombot is találtunk, tehát a helyi házipar egyik legjellegzetesebb tevékenysége, a textilkészítés, az minden egyes portán folyhatott. Emellett nagyon jellegzetes tárlóvermeket is találtunk, melyek szűk szájúak és lefelé szélesedő, úgynevezett méhkas alakú formát öltöttek. Ezeknek is kitapasztották a falát, és valószínűleg terményeket, húst, gabonát tartottak. Arra, hogy milyen gazdag és fejlett mezőgazdasági tevékenységgel bírt ez a népcsoport, nagyon jól szemlélteti azok a vizsgálati eredmények, melyeket ezeknek a gödröknek a betöltéséből nyertünk. Az úgynevezett archeobotanikai vizsgálatok révén az egykori búzatermesztésre, szőlőművelésre, kertgazdálkodásra utaló elszenesült magvakat találtunk, mely a letelepült életmódnak egy nagyon jellegzetes és látványos példája. És a terület zárása a Krisztus utáni 12.-13. században az Árpád-kor idejére tehető, amikor itt egy korábban nem ismert falu maradványai kerültek elő. Az itt található település nem egyezik a Tétény néven oklevelekből ismert és feltárásokon is ismert faluval, ami Nagy-Tétény központjában található. Itt egy másik Árpád-kori település húzódott, valószínűleg a területtől dél-délnyugati irányba terjedt tovább, de annak az északi szélét megtaláltuk a raktárak területén is. Az itt előkerült nagyszámú régészeti leletanyag a múzeumba került, ahol tisztítás, restaurálás után már több időszakos és állandó kiállítás részét képezte. Jelenleg tudományos feldolgozás alatt áll mind a neolitikus, mind a bronzkori, mind a vaskori és a középkori leletanyag. We'll be right back.
Az egykori sertésszállások helyén most logisztikai központ működik, mely hazai és nemzetközi vállalatok számára biztosít elosztóbázist. Ma 155 000 négyzetméter található a park területén, körülbelül 16 bérlőnk van. Ez az egyik legvárosközelibb parkunk, és emiatt a legtöbb izgalmas és vállalat, illetve dolgozóbarát jelenségeket mutatja meg magából. Például a buszmegálló és a BKK közelsége egy fontos faktor. Zöld terület, kis pályás focipálya található, amit a bérlők szabadon használhatnak. A víztisztítás a parkban biológiai szennyvíztisztítón keresztül valósul meg. Ugye ártéren vagyunk, ez egy különlegesen védett terület ilyen szempontból, és vigyáznunk kell mindenre. A vízminőséget pedig naponta monitorozzák nekünk, mielőtt visszaengedjük a Dunába. A park területén többnyire logisztikai tevékenység folyik. Az iparvágányt azt a mai napig használjuk. Szerencsére van olyan operációnk, aki ennek az előnyeit maximálisan kiélvezi. Ezen jelenleg igen nehéz papírcsomagoló tekercsek érkeznek minden nap, amik ahhoz segítik a felhasználókat, hogy például csomagolt tejet ihassanak a nap végén.